Az első részben azt mutattam meg, hogy a weblapok menüszerkezete hogy alakult át, fejlődött, kezdetben csak a tájékoztatást szolgálta, most már évek óta a vevő elégedettségét, konverzióját kell kiszolgálnia. A második részben megmutattam, hogy ehhez a programozók milyen weblap sablonokat tudnak nekünk nyújtani, modulokat, menüket, és hogy a cikkek, kategóriák, menük között milyen viszonyokat alakíthatunk ki, azért, hogy a vevős a konverziós útvonalaival a neki tetsző útvonalon eljuthasson a megrendeléséig, a konverzió más formáihoz. De ezt itt hagytuk abba. Nem lehet a végtelenségig cifrázni. Mondtam, hogy töltsérszerűen szűkíteni kell a lehetőségeket, ne zavarjuk fölösleges információkkal őket. És az sem mindegy, hogy hova érkezik a vevő először a honlapunkon. Melyik részt találja, melyik rétegbe került, hiszen nem mindenki jön a nyitó oldalról, hanem ahogy a Google Indexben megtalálja a neki való tartalmat keresve. Minden esetre mindenkire nem gondolhatunk, de egy alaprendszert nyugodtan felépíthetünk, mert ez működik, jól működik. Ha a nyitó oldallal indítok, ott az első lépés az érzelmi hatás, az értékközvetítés legyen. Onnan tovább kattintva ezt megerősíthetjük az akciós ajánlatokkal. Majd elindul a vásárlási folyamat. Aktív válaszokat ad a vevő. És az aktív válaszok, vagyis beírja a nevét, a számlázási adatait, a szállítási információkat, megadja a bankkártya számát, vagy közli, hogy utánvétet akar, vagy még egyet akar venni, vagy kérdése van, és fölteszi azt a kérdést, vagy mit tesz, amit én most. Tovább lép. Nem érdekli. De az is lehet, hogy a vásárlási döntéséből már csak egy lépés hiányzik. Nem mindenkinek van rá szüksége. Elmegy és végigolvassa az apró betűket, a felhasználási útmutatót, a szállítási, a visszavásárlási tájékoztatókat, és így tovább. Mindegy honnan jön, mindegy hova érkezik, azért általában nem a vásárlási útmutatókra érkezik a Google, tudja, hogy hol kell a rangsorban, az indexben ezeket az oldalakat a vevők elé tenni. De mindegy, hogy honnan érkezik. A lényeg az, hogy 3-4 lépésnél tovább nem szabad húzni sem az idejét, sem a türelmét. Konvertáljon. Döntsön. Ír, kérdez, fölveszi a telefont, megrendel, és így tovább. A lényeg, hogy ha egy weblap struktúrát kialakítok, számolva minden lehetséges tényezővel, azzal is, hogy a vevőt nem lehet lecserélni, ő olyan, amilyen neki, ez az útvonal tetszik, a másiknak másik. Az egyik vevő eddig olvas, onnantól kezdve felületes, és butaságokat kérdez, pont azt, ami oda van írva a weboldalra, fölteszi kérdésben. Mindegy. Egy személyes kapcsolat elindul, és ez a fontos. És még egyszer mondom, 3-4 rétegben ezt meg kell oldani. Ha nem tudjuk megoldani, nem volt jó a programozásunk. Igen. Tudom, akkor is 2010-ben is tudtam, hogy a site navigációt folyamatosan változtatják ezek a tényezők, amik itt fel vannak sorolva. A felhasználhatóság, a hozzáférhetőség, a célközönség, és ezt húzom alá, az eszközök, a módszerek, a technológia, a gazdaságosság és a hagyományok. Hogy szétcsúszott már itt ez a néhány betű? Látszik, hogy régóta nem volt megigazítva. Nem frissítettem ezt a tartalmat, lehet, hogy őre szükség lesz rá. Minden esetre folyamatos megújuló tartalmak. 2010-ben is már a mobil technológia ott volt, de akkor még nem volt, 20%-ot se érte el a lefedettsége. Ma 40% fölött van. Változnak az idők. 4 év alatt a mobil technológiát és hozzá a RESTful Design-t, amit most nem akarok idegen és durva kifejezéseket használni, a lényeg az, hogy ma enélkül nem lehet egy weblapot elkészíteni. Gondolnunk kell arra, hogy a tartalomnak
Kereső barátnak kell lenni, de mobil barátnak is. Ha nem jelenik meg szépen, nem fognak rajta vásárolni, és minden második aktív interneten is mobilozó, mobil internetet is használó felhasználó már vásárolt valamit online a telefonján keresztül. Ha csak egy pizzát is, de vett. És ez most már nem egy újdonság, hanem benne vagyunk a sűrűjében. Szóval sok minden változik, és ennek kapcsán folyamatosan az előbb említett kifejezés, a restful design azt jelenti, hogy bizony nagyon nagy kihívás előtt állnak, és naponta talán tapasztalják is ennek a kínjait, azok, akiknek a Skype egyszerre csöng a mobiltelefonján, a laptopján, meg az éppen ott lévő tableten is. Mert a nagy szolgáltatók, Microsoft, az Apple és a többieket nem akarom lemelgetni, ma azzal szembesültek, nem mindegy, hogy melyik eszközön vagyok aktív, ki kell szűrni, nem lehet azt várni, hogy majd én mindig kijelentkezem, meg bejelentkezem. És azt sem lehet elvárni, hogy a különféle tablet, asztali a gép, mobiltelefon, variációk között minden tökéletesen megjelenjen. Ezért hát a háttérben a weblapok programjait, alapprogramjait kell úgy átalakítani, és az összes alkalmazást úgy átalakítani, hogy egyfajta szinkron legyen benne. Ezt a szinkronizálást hívják így, hogy restful design. Úgyhogy még hallani fogunk róla, más nem azért, mert dühöngünk miatta, mert amit megcsináltunk szépen a honlapon, kiderül, hogy a szomszédom telefonján nagyon csúnya. Meg kiderül, hogy két laptopon jó, de a harmadikon nem. Kiderül, hogy ez a nagyon szép kép, amire én a nyitó oldalt építettem, éppen ezeken a tableteken gyalázatosan néz ki. És akkor mi van? És ez még csak a programozás része. A hozzáférhetőség, amiről most beszéltünk, és itt vannak jogi és etikai igények, és a szabad hozzáférés és a megosztás terén. Szóval ez egy komoly mátrix, amiben meg kell felelni programban, tartalomban, használhatóságban és sok minden egyébben. Ennek csak egyes elemeit mutatom itt, néhány kulcsszót írtam ide. Egyre bonyolultabb, de nem kezelhetetlen. Azért azt én nem mondanám. Engem nem keserít el. És tudom, hogy a weblapok navigációját valójában nem a technológia, hanem az üzlet kommunikációja alakítja. Megmutatom, hogy hogyan. Mire a végére érek el, viszi nekem? Vissza újra a kezdetekhez. Itt valóban üzletkommunikációról van szó. Megint a Wayback Machine, a web archívum, és hívom segítségül az Apple honlapját. Így nézett ki 1997-ben. Tájékoztató, sima, egyszerű menü. És már volt egy kis márka üzenet. Volt némi friss hír, és balra lent ott van a regisztráció is. Tehát adott a vevőnek némi lehetőséget az aktivitásra. És igen, a site navigáció innentől kezdve folyamatosan követi az értékesítést. 1999-ben ugyanez az Apple. Már ott van a márka üzenet a nyitó oldalon, de engem jobban érdekel az a középső fekete menü, és fölötte a három képes nyitó menü, amely egy-egy nagy területre, tevékenységi körre megy. Nézzük meg, program, e-book, és egy számítógép. Ma már szinte meglepő az ember rám, és azt mondja, hogy ez mi is. És a következő nagy lépés 2000. Ez már egy laptop. És a navigáció, mintha megváltozott volna. De ha visszalépek az előző oldalra, jól lehet látni, hogy ugyanazok a feliratok vannak itt, gyakorlatilag ugyanazokat a dolgokat kínálja, meg a másik csak egyszerű szöveges menüben, mint amely itt fölül megjelenik. Hatalmas, igazán nagy szolgáltatás és termékcsoport áll emögött a weblap mögött, és mégis az első nyitó oldal micsoda? Egy majdnem minimalista dizájn, és ez így is marad.
Viszont mit szolgál a minimalista dizájn? Márkaüzenetet, értéknövelő információkat, kiemelt termékeket és szolgáltatásokat, na és amellett megadja a lehetőséget, hogy a többi részbe belépjünk. És mindössze 5 hónap telt el. Majd 2 hónap múlva így nézett ki ugyanez a weblap. A struktúra megmaradt. És figyeljük meg, hogy éveken keresztül megmaradt. Viszont a marketing és értékesítési tartalom szinte naponta változott. Össze volt hangolva a weblap megjelenése a vállalat üzleti kommunikációjával, de ez mindig hozott egy kis igazodást a weblap menü struktúrája, menürendszerén. Ezért mondtam, hogy a modulok milyen jók, lehet kibe kapcsolni őket, ahogy kell. 9 nap múlva így nézett ki ugyanez a weblap. Lehet majd lassabban is megnézni, ott van fönt a slideshare-en az egész prezentáció. Most inkább folytatom. Igen, a site navigáció tényleg folyamatosan követi a felhasználói tudásszintet. Üzletileg kommunikál. Íme ez amerikai zsaru, aki megjelent az alapmenü alatt közvetlenül. Nem tudtam eddig se videót, se audiót, egyáltalán semmit se készíteni. Eddig. De most van egy Mac-im. És a hétköznapi felhasználók felé fordult, és ez hozta az igazi áttörést az Apple Computernél. Steve Jobs azóta evangelizált, és ezt kötik a nevéhez, ezt a hatalmas változást. Nézzék meg a két képet. Ezek nem a szuper technológusok. Az egyik fiúra még lehetne azt mondani, hogy ő egy informatikus, de inkább arról van szó, hogy a fiatal, a diák és az átlagember. A minőségre igényes fiatalok, az egy másik dolog. A site navigáció folyamatosan követi a technológiai fejlesztéseket, miközben az üzleti kommunikációban a vevők elégedettségét követi és keresi. 2007. Tulajdonképpen a függőlegesből vízszintes lett a nyitó oldal. Bár a bal felső sorokban látszik, hogy azért az a menü valahol még megjelenhetett, a Wayback Machine most balra oda dobta. De alapvetően, csak mi a különbség? Egy új termék. Az iPad megjelent. Innen viszont megint felgyorsul a dolog. De engem most megint csak az alapmenü érdekel. Bár a képen kevésbé látható, de nyilván látszik, hogy megint csak egy sima, egyszerű, egy üzenet a telefonra, say hello to iPhone. Ennyi. És utána jönnek a menük. Azt még nem mutattam meg, hogy mi volt mögötte. De előtte nézzük meg, hogy néz ki ez a portál 2010-ben. Maradt a minimalista dizájn? Igen. És hol vannak a termékek? Nem a termékek, egy érték van. Érzelmi döntés. Ugye, hogy egyre inkább a motiváció az első dolog? Hogy miért nálunk vásárolj? Ennyi volna az egész? Ha nem, akkor mi van mögötte? Igen, több szintű, több irányú, keresztnavigációs menüstruktúra van, közvetlen és közvetett belső konverziós útvonalakkal. De még milyen hatalmas, szinte egy egész mátrix. Mega menü van mögötte, több mélységben. De soha nem megy a negyedik, ötödik szint alá. Az ötödik az már végképp technikai szöveg. Oda-vissza lehet navigálni. És hogy én milyen irányba cikázok itt, ez bizony rajtam múlik az én személyiségemen, az én hajlandóságomon, az én elfogadó képességemen. Rajtam, a vevőn. Most a következő lapokhoz alig beszélek. A képek önmagukért beszélnek. A sárga nyilacska mutatja, illetve a sárga csík mutatja, hogy éppen melyik aloldalon vagyok, tehát a nyitó oldalról, abban a vízszintes menüben egy kattintással hova jutok. Na, ez az oldal, amit most látunk, ez már jobban hasonlít ezekhez a webáruházszerű hosszú leafletekhez. Termékkategóriák vannak, kiemelt ajánlatok vannak, és vannak szöveges bevezetők. De egyre kevesebb a szöveg. Vagy mégsem.